Sziasztok! Sziasztok innen mindenkit! Monodon vagyok jelenleg, és itt vagyunk egy tónál. Ezt is a Google Maps-en szúrtam ki, hogy itt van a város közepén egy tó. De ti vagy legalábbis itt a vasútállomáshoz közelebb a sűrészén, és egyébként úgy is hívják, hogy kis tó, és mondja, ennyi es. És van mellette egy tavösfénynel. Itt majd meg fogok állni pár ilyen fényképezni, meg nehozni, és kérdeztek meg a vadkacsákat. Pedig egy ilyen kilátóstég. Nem mondom, hogy horgástég, mert szerintem ebben azért olyan annyi hal nincsen, hogy itt horgász érdeslen legyen viszont. A vadkacsákból viszont rengeteg. És itt egy bánya. Egy kutyaitatóval ellátott ivókút lesz itt. Itt egy ilyen tájékoztató tábla. Kis tó tanösvény. Hát nem tudom, hogy merre megy a tanösvény, de én elindulok arra, aztán megkerülöm a tavat. Nem tudom, melyik irányba kéne, mert valamelyik irányba megkerülöm, és akkor a negyediket vagy a hatodikat fogom megtalálni. Hát vagy az első, tehát az utolsó. És hát itt van megmondom az élővilágról. Aha. És látjátok, hogy tanösvény, és akkor ja igen, és akkor én most itt vagyok, tehát elvileg innen kezdődik, tehát így kéne megkerülni. Sőt még erre lehet egy nagy kört csinálni, tehát akkor lehet, hogy jobb volna, hogyha elmennék először erre, visszafele. És itt van a negyedik tábla. Ezt nézzétek. Ennyi az egész tó egyébként, nagyon hangulatos. Ilyen van, és itt van egy domb, most erre jöttem fel, és akkor innen lehet ilyen magaslati felvételeket csinálni, és nézzétek csak. Akkor erre, és itt van egy... Ja, igen, itt egy ilyen skateparkszerűség van. Na, majd elmegyek erre is, és akkor így tovább. Így lehet a tavat megkerülni. Semmi, hát... Csináltam egy pár fotót innen fentről, innen egész jól belátható a környék. És hogy arrafele van a vasútállomás egyébként. Ott az a Páskom utca, és akkor az már ott a Páskom utca végén már látszik, tehát ott valahol arra. És itt van egyébként a tanösvény vége, de itt már semmi érdekesség nincsen, meg itt a tavat is elhagyta. Itt van egy játszótér, meg egy-két szabadtéri kondigép nagyjából, és ennyi. Hát, ennyit már csak egy játszótér van. Én nem megyek vissza, és még a másik irányból megkerülöm a tavat. Szerintétek, mert akkor másik irányból a tó ellenfénybe, és akkor itt lehet még a másik oldalán végig menni. Úgyhogy még errefel elnézek. És itt a tó másik vége. Ó, na, de jó, hogy megint föltámadt a szél, hogy igyekszem túl kiabálni a szélzajt is. Hát ennyi az egész tó. És itt a tanösvénynek is vége van. Ki nem túl érdekes, mert ilyen Wikipédiáról kiszedett adatok vannak rajta, viszont ötletes, hogy így megcsinálták. Úgyhogy hát akkor ez ennyi lett volna innen erről a kis tóról, hogy a tényleg kicsi, tehát nem véletlenül kapta a nevét. Csak ha ma úgyis erre jártam, voltam, hogy ezt is megnézem nektek. Na, most megpróbálok akkor úgy állni, hogy ne kavarjon be a szélzaj, úgyhogy köszi, hogy ezt is megnéztétek. Sziasztok! Közben majdnem eldőlt a bicikli, se baj, sziasztok! Sziasztok, és megnéztél, találkozom a következő videóban!